szeretné az Ernálai Farkasiknál című előadás és filmnek és rendezője, szereplője, nemrég a rendeződíjat kaptátok meg, vagy kaptad meg éppen a filmért, Kodbusz, jól mondom. Tehát egy kicsit akkor, ha megtennéd, hogy beszélj az előadásnak a létrejöttéről, hiszen az volt előbb, mint a film, és azt fogjuk itt látni holnap két alkalommal. Ez az előadás egy évvel ezelőtt jött létre. Maladipa Színháztól jött egy felkérés, hogy csináltak egy előadást, igazából nem volt semmi megkötésük. És nekem nagyon sok minden volt abban az időben a fejemben, de én mindig alkalmazkodni szoktam, tehát elsősorban az emberekhez, hogy kivel dolgozom, másodszorban pedig a térhez, hogy hol csináljuk ezt meg. És ez a színház, ez egy szobaszínház, egy lakásszínház Budapesten. És bár, hogy 5 éve már ott mindenféle előadásokat csináltak, de lakásként nem használták. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt most lakásként fogjuk használni. És azokból az emberekből indultunk ki, akik ott éppen rendelkezésre álltak. Hát a csapatnak a fele azok régi barátaim, illetve hát családtagok. A másik fele pedig a Maladipa Színháznak a társulatának két színésznője volt. És mi mindig karakterekről beszélgetünk először, emberekről beszélgetünk, és úgy kezdjük a próbafolyamatokat, hogy bár jól ismerjük már néhányan egymást, egyesekkel 30 éve dolgozunk együtt, azt mondjuk, hogy gyerekkorunk óta, az egyik ilyen egyesik játszik ebben az előadásban. De jól ismerjük egymást, és mindig megpróbáljuk egymást újra felfedezni, tehát fényképeket készítünk egymásról, újra neveket adunk egymásnak, foglalkozásokat, aztán megpróbáljuk elképzelni ezeknek a karaktereknek a családi hátterét, a szokásait. Tehát egyre finomabbra rajzoljuk ezeket a karaktereket, aztán összepárosítjuk őket, megnézzük, hogy milyen viszonyban lehetnek egymással, milyen minőségűek ezek a viszonyok, és akkor utána toljuk alá a témát. A témából ugye nagyon sok minden, tehát sokféle gondolkozik az ember. Tehát én mindig ahhoz társítom ezt, ami éppen ott az emberekből jön. És miközben ezt csináljuk, ugye zajlanak a folyosón a beszélgetések, cigizés közben a szünetekben. Ezek a beszélgetések általában két irányúak. Az egyik az, hogy mit olvas az ember az interneten. Tehát fel vagyunk háborodva éppen a nagy absztrakt társadalmi problémákon. Legutóbb ugye a menekült kérdésként, de mindig vannak ezek a visszatérő nagy témák, mint a rasszizmus, menekült, stb. És persze erről mindenkinek megvan a véleménye, mindenkinek megvan a határozott véleménye, és mint társadalmi tudatos művész, el is várja sokszor magától az ember, pláne a közpénzt használni, hogy erre reagáljon, reflektáljon, és a véleményük nyilvánul csak kihatározott. Most abban az időben, amikor ezt csináltuk, nekem ehhez egyszerűen semmiféle kedvem és erőm és kapcsolódásom nem volt. Az életünknek egy olyan szakaszában jártunk, egy olyan mélypontokon voltunk, hogy a létkérdés, a hétköznapoknak a harcai azok emésztettek föl minket. És a beszélgetés a másik irány az pedig az, hogy mi van a hétköznapokban. Mi történik az iskolában a gyerekkel, mi van a feleségekkel, mi van a megőrülve, miért baszogat reggeltől estig. És akkor úgy döntöttünk, hogy lássuk azt, hogy kit mi érdekel. Ismerősök? Ismerősök. Akkor a holnapi előadás. Lássuk, hogy kit mi érdekel, és mikor nyilvánvalóan vált, hogy mindannyiunknak kisgyerekeik vannak, és az egyik ilyen téma az a kisgyerekkel való kommunikáció és gyereknevelés az lehetne, akkor megállapodtunk abban, hogy a hétköznapok lesz a tárgykör. De ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, csak úgy érdemes megcsinálni, hogy ezt minél precízebben és minél őszintébben csináljuk. Ebben indultunk el, és tulajdonképpen 2,5-3 hét alatt az a szövegfény, amit holnap este látható lesz, tehát a drámai szöveg, az már el is készült, és onnantól kezdve a munka, a hangütés
megtalálása volt, a megszólaltatása ezeknek a szövegeknek, ami azért nem volt egyszerű, mert egy nagyon intim, szűk térben játszódik az egész, és az ember azt várja el, hogy itt emberi hangon emberek beszélnek, hogy egy ilyen témáról van szó. Emberek emberi hangon. Megcsináltuk az előadást, bemutattuk, látva a közönségnek a reakcióját, láttuk, hogy jól kapcsolódik hozzá a közönség, és utána való beszélgetésekben is az derült ki, hogy érdemes ezt még egy picit tovább forgatni. Tudom, hogy tovább lépni ebben, elhatároztuk, hogy csinálunk belőle egy filmet is, bár erre semmiféle pénz nem volt, és én nem is akartam állami támogatást igénybe venni. Tekintettel arra, hogy nagyon sok problémám, harcom volt a magyar filmfinanszírozás szisztémával, a magyar filmalappal. Én ott többször bejelentettem különböző interjúból, hogy nem pályázok többet ehhez. Így gondoltam, következetesen tartanunk kell magunkat, tehát nem is pályáztunk. Viszont tehát valamilyen pénzre mégiscsak szükség volt, hogy ezt a filmet elkészítsük. Ezért ilyen családi és különböző családi támogatásokra és különböző barátoknak a támogatásával végül is sikerült 1,5 millió forintot összeszedni a filmre, amiből leforgattuk a saját lakásunkban. És végül is, ahogy bemutattuk a filmet, onnantól kezdve tényleg még egyel intimebb, még intimebbé tudott válni az egész. Főleg igazából most a filmről kezdtem el beszélni, ami nem érdekes a holnapi nap szempontjából, amikor az előadást játsszuk. Olyan szempontból azért mégis az, hogy visszatért végül is a film oda, ahonnan, tehát az út az így kerek, hogy az első próbálkozók a mi lakásunkban volt, tehát végül a mi lakásunkban forgattuk le a filmet, és az első bemutatóját, amikor a forgalmazóktól először olyan visszajelzések jöttek, hogy ez nem film, és hogy nem hiszik azt, hogy Magyarországon erre lesz közönség, akkor úgy határoztunk, hogy a lakásunkban fogjuk levetíteni, tehát az ilyen sajtó vetítése a filmnek az a lakásunkban volt, és utána pedig megnyitottuk nyilvánosan a nyilvánosság előtt is a lakást, és utána nagyon sok budapesti lakásban is vetítettük a filmet. És most már a mozikban is bekerült, és elég sokan, nagyon sokan nézték meg, és folyamatosan járja a világot a film. Most az előadás is párhuzamosan játsszuk, ezzel együtt. És a kettő egymást mellett szerintem iszonyan érdekes, mert itt nagyon élesen látszik a két nyelv közötti különbség, hogy mitől működik az egyik, és mitől működik a másik, vagy mitől nem működik. Tehát egy érdekes kaland, főleg azoknak, akik mondjuk ezzel foglalkoznak. De egy átlagember számára is szerintem egymás utána kettőt megnézni. Egyébként már volt itt a filmpalicsom. Mit tud Desire Fesztiválról? Miért vett részt? Mit tud Desire Fesztiválról? Hát már voltunk itt az előadáson, és a Urbán András nagyon szeretem az előadásait, és ennyi. Tehát, csak ennyi? Hát mi lehetne még több? Tehát, jó érzik, vagy mit? Hát én amikor egy fesztiválon vagyok, akkor nagyjából azzal tudom az időt, hogy az előadásra készülök, utána pedig megiszunk egy sört és beszélgetünk a többiekkel. Eszünk egy pleskavicát, vagy valami ilyesmi. Nagy ritkán jutunk el ilyenkor előadásokra. Kevés ideig vagyunk. Tehát akkor jobb az ilyen fesztivál részvétel, amikor mondjuk zsűriben van az ember, nem tudom, hogy van a zsűri, vagy van, nincs ilyen. Akkor végig lehet nézni az előadásokat, vagy hogyha csak úgy privát jössz el, és akkor ott végig tudod nézni az előadásokat. Nekem erre így ritkán volt lehetőségem. Szabad? Az Orbán András mindig tiltakozik, amikor én azt mondom, hogy ez egy politikai színház szemle. Nincs zsűri, nincsen szelektor, nincsen mi.